az ipartestületnek 2022-re olyan konkrét képzési terve van, tervezete van, amely a szakmaköröket felöleli. Lendületes évkezdés, komoly tervek a 2022-es évre. Ezekről mesélt Híradónak a győri ipartestület titkára. Hanc István elmondta, január 1-e óta már 8 új taggal bővült a szervezet, ilyen rövid idő alatt pedig erre még nem volt példa a testület történetében. A fiatalos lendület nem véletlen, betudható a tavaly decemberi tisztújításnak. Talán köszönhető annak, hogy 21. december 1-én volt a tisztújítás, és két fiatal alelnök került be, egy 40 éves és egy 50 éves, akik új lendületet hoztak a szervezethez, és a 2021 év pedig egy olyan ipartestületi képzési tervet készítettünk elő, amelyben minden szakmakörnek a adott programjai megtalálhatók. Ezek közül pedig kiemelkednek az árufuvarozók képzései, valamint vizsgái. Komoly segítséget kaphatnak ugyanis az ipartestületi tagok, hogy sikerrel hosszabbítsák meg engedélyeiket. Ez az év az, amikor lejár a gépkocsi vezetőknek az 5 évenkénti GKI kártya, így mondjuk csak, valamint a fuvarozó vállalkozóknak a 10 évente megújított vállalkozói vizsgája. Ezek részére olyan tematikus tanfolyamokat és vizsgákat szeretnénk biztosítani, hogy főként az 50 éven felüliek, akiknek számítógépen kell vizsgázni, és nem nagyon gyakorlottak ezen a területen, minél sikeresebben tudjanak vizsgázni, és ne legyen gépkocsi vezetői hiány. A napokban forgatott híradónk stábja a győri ipartestület legfiatalabb tagjánál, a szépségiparban dolgozó fiatalhoz egy újabb ifjú iparágban dolgozó csatlakozott. Mindketten vállalkozók, akik sokat segíthetnek kortársaiknak, hogy még sikeresebbek legyenek. Tervezzük azt, hogy a szakmunkás képzést végzett fiatalok, akik vállalkozást nyitnak, mint például sikerült már a Facebookon is megjelentetni, két olyan fiatal szépségipari vállalkozó lépett be hozzánk, akik nem csak versenyeken eredményekre érnek el, hanem a elért tapasztalatokat megkívánják osztani, és különböző képzéseket terveznek, hogy a kollégáik részt vehessenek, és mindazok alapján elsajátíthassák azokat a tudásokat, ami nincsen meg, vagy ők tapasztaltak a különböző Európa-bajnokságokon vagy világversenyeken. Hanc István a jövőt illetően elmondta, augusztusban egy nagyszabású rendezvényt terveznek a Radó-szigetre, ahol bemutatókon, zenés-táncos programokon keresztül mutatkoznának be a győrieknek. Egy régi dédelgetett álmuk pedig egy iparos dalárda felállítása.